Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli ülésen. Megállapítom, a képviselőtestületből heten vannak jelen pillanatban az ülésteremben, így határozat képesek vagyunk, de hamarosan kiegészülünk 8 főre, mert egyik képviselőtársunk is mindjárt érkezik, hogy 8-an leszünk. Megkaptátok a napirendi javaslatot. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban vélemény, valami, van-e hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzátok meg a napirendi javaslatot. Jó, köszönöm, megállapítom, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta, és akkor kezdjük, az első napirendi pont, javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására, előterjesztő dr. Sándor Balázs jegyző. Azt szeretném megkérdezni, jegyző úr, hogy szeretnéd-e szóba kiegészíteni? Nincs szóba egy kiegészítésem, köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Akkor azt szeretném megkérdezni, kérdés, vélemény, amennyiben nincsen, mielőtt megkérdezném az ügyrendi bizottságot, ugye ez a 2022. április harmadikai önkormányzat által delegált szavazatszámláló, a bizottságokban szavazatszámlálók, illetve lebonyolítók, erről szól az előterjesztés, és 2022. április 3-án bízom benne, hogy minél többen eleget tesznek az állampolgári kötelességüknek, és sokan elmennek szavazni. Jó, ha nincs hozzászólás, szeretném megkérdezni az ügyrendi bizottságot, hogy hogyan döntöttetek? Ügyrendi bizottság támogatja a támogatókat. Jó, köszönöm szépen, akkor kérem szavazni. Jó, köszönöm szépen, megállapítom, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta. Kettes napirendi pont, javaslat fejlesztési célú, hosszú lejáratú kölcsönszerződés módosítására. Ennek röviden az a lényege, hogy a tavalyi esztendőben már, hát még tavaly nyáron valamikor az önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy fejlesztési célú hitelt vesz föl, amelynek egy részét már az elmúlt esztendőben elköltöttük, viszont a egyik fő tétele, a több járdaszakasz megújítása erre az évre maradt, mert meg kellett várnunk, amíg megkapjuk a magyar kormánytól a hitelfelvételi engedélyt. Ez december utolsó napjaiban megtörtént, viszont akkor olyan szűk határidőt szabtak az elköltésre, ami március végén befejeződött volna, viszont a járdákat nem lehet január-februárban felújítani, már csak azért sem, mert nincs hozzá anyag, illetve az időjárás miatt akkor azért még sokszor kell számolni faggyal. A munkákat most tudták elkezdeni, egyébként folyamatban is van. A József Attila út, a Rózsa utca, és a mai nap elkezdték a főútnak a régi vásártér bekötésétől kiegészen a Eglóig, és felújításra kerül a teljes járdaszakasz. És azt kérjük ebben a módosításban, hogy nem március végéig, hanem június végéig kelljen ezt az összeget elköltenünk és elszámolni ezen összeggel. Röviden erről szól az előterjesztés. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény. Amennyiben nincs, akkor megkérdezném a pénzügyi bizottságot, hogy hogyan döntöttetek. Pénzügyi bizottság elfogadása javaslatát. Köszönöm szépen, akkor kérem szavazni. Köszönöm szépen, megállapítom, a képviselőtestület most már kiegészülve 8 fővel elfogadta. Következő napirendi pont 3-as, javaslat naptári éven belül lejáró folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére. Ugye ez mindig az önkormányzat minden évben megköti, erre azért van szükség a likviditási problémák, vagy a likviditás folyamatosságának biztosítására, mert az önkormányzat legfőbb bevételei, adóbevételeire márciusban és szeptemberben kerül sor, és hogy évközben ne legyen pénzügyi feszültség, ezért az önkormányzatok folyószámla hitelkeret szerződést szoktak kötni. Pásztó is nagyon, hát mindig is kötött, az összege 130 millió forint minden év, tavaly is ennyi volt már, meg tavaly előtt is, és erre teszek javaslatot, hogy ebben az évben is ilyen összegre kössünk folyószámla hitelkeretet. Jó, kérdés, vélemény,
Amennyiben nincs, akkor megkérdezném a pénzügyi bizottságot, hogy hogyan döntöttek. Jó, köszönöm szépen, akkor kérem szavazni. Jó, köszönöm, megállapítom, a képviselőtestület 8 igennel elfogadta a előterjesztést, és következő napirendi pont, javaslat menekülteknek felajánlott támogatáshoz, támogatások fogadásához, elkülönített számla nyitására, valamint önkormányzati azonnali segély biztosítására. Egy picit hosszabban, hogy pontosan mit tartalmaz az előterjesztés. Ugye nagyon röviden, ugye mindenki tisztában van vele, hogy a keleti szomszédunkban, Ukrajnában, hát mondhatjuk úgy, hogy háború van, és nagyon sok menekült érkezett. Lengyelország után Magyarországra érkezett a legtöbb menekült, és szemben egy másik menekült hullámmal, amit én mondjuk nem nevezek menekült hullámnak, a migráns hullámot, most nem életerős férfiak jönnek, nem tudom, hanyadik biztonságos országon keresztül már, nem gazdasági bevándorlókról van szó, hanem olyan emberekről, akik tényleg háború elől menekülnek, hogy ezért is nem szabadna összekeverni a migránsokat a menekültekkel, és természetesen Pásztorváros önkormányzata is lehetőségeihez képest szeretne segíteni a kárpátaljai vagy ukrajnai menekülteken. És először, amikor megfogalmazódott másfél héttel ezelőtt, bennem önállóan, ugye nem volt képviselőtestületi ülés, hogy egy azonnali 500.000 forintos segélyt felajánlani olyan menekülteknek, vagy olyan menekülteket befogadó szervezeteknek, akik részt vesznek közvetlenül a menekült ellátásban. Illetve a Máltai Szeretett Szolgálat jelen pillanatban inaktív dolgozója, aki Gyesen van most, jelentkezett nálam, és Nagypál Szabó Eszter jelentkezett nálam, hogy jelöljünk ki közösen egy gyűjtőpontot, és ez meg is történt a Pásztorvárosi Könyvtárban, és ott gyűjtjük a lakosság részéről az adományokat. Kaptunk is egyébként nagyon szépen, és most már van olyan is, hogy környező településekről is ide hozzák a felajánlott élelmiszereket, ruhákat. Például tegnap előtt Jobbágyiból érkezett jelentősebb, és most az egyik hollókői polgármester úr is hívott, hogy összegyűjtöttek nagy mennyiségű adományt, és jövő héten Pásztorra eljuttatják. Mi meg továbbítjuk, vagy Salgótarjánba, vagy Gyöngyösre a Máltai Szeretett Szolgálat ottani depójába, Salgótarjánba pedig akik befogadtak, úgy hiszem a Medves hotelben vannak nagy számban menekültek. Na ez volt az egyik része, hogy mi ezt elkezdtük, és közben közben viszont érkeztek hozzánk is menekültek, kint Málta keresztesen az ifjúsági táborban 6 gyermek és 3 felnőtt, egy család, ők kárpátaljai magyarok, ők most már egy hete itt élnek Málta keresztesen, és 5 éves a legkisebb gyerek, és a legidősebb pedig 15 éves. Még itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindenkinek nagyon szépen köszönjük az adományokat, ami jön a könyvtárba, de azt egy olyan kérés, hogyha lehetne, hogy a legnagyobb szükség gyermekruhákra van, gyermek bébi ételekre, illetve pelenkákra, popsitörlőre, játékokra, gyerekeknek játékokra, mert nagyon sok felnőtt ruhát kapunk, egyébként az sem rossz, de igazából gyermekruhára lenne a legnagyobb szükség, mert itt most tényleg főleg gyermekek és asszonyok jöttek át, és kevés férfi. Közben jött egy olyan kérés is, és Illés Rudolfot is, köszöntöm Rudi bácsit, hogy eljött a mai testületi ülésünkre. Részéről is volt egy megkeresés, amire én magam is azt mondtam, hogy támogatom ezt a dolgot, hogy javasolta, hogy nyisson az önkormányzat egy külön alszámlát, ahová menekülteknek gyűjtenénk, vagyis nem menekülteknek, hanem kárpátaljai magyaroknak gyűjtenénk támogatást, olyanoknak, akik otthon maradtak, és azon belül is Visk, Városvisk vagy község?
város. Visk városával, mert némi tapogatózás már indult Viskkel, hogy a jövőbeni kapcsolatok kiépítésére. És én akkor erre ígéretet is tettem Rudi bácsinak, hogy én magam is támogatom ezt a dolgot, amit továbbra is támogatok, de a mai nappal azért kiegészíteném egy dologgal. Mégpedig azzal egészíteném ki, és ez majd kerüljön is, ugye bizottsági ülésen már elmondtam, hogy egy hete felhívott Medgyesi József az Elektromonnak a vezetője. De elnézést, egy dolgot elfelejtettem, és majd innen folytatom. Pásztón nem csak 9 menekült van jelen pillanatban, hanem 5 ember él hasznosan a Vár utcában. Itt szeretném megköszönni Bakonyi Péternek és Bakonyi Krisztinának, ők házas pár, akiknek van hasznosan egy üres ingatlanuk, és ők már másfél hete felajánlották egy kárpátaljai 5-tagú magyar családnak, illetve ma reggel hívott Krisztina, és mondta, hogy ma este is befogadnak 6 főt a Pásztón az úttörő úton lévő lakásukba, ami a férjének, a nagymamájának volt a lakása, és üresen áll, még nem adták el, és felajánlották, hogy újabb 6 menekült érkezik a mai nap. Hogy köszönjük szépen a Bakonyi házaspárnak, mert már 11 embernek adnak fedelet és otthont. Na most visszatérve viszont Medgyesi Józsefre, az Elektromonnak a tulajdonosára és igazgatójára, ő felhívott engem múlt héten, hogy segítene a önkormányzat egy olyan összejövetel megszervezésében, ahol a helyi vállalkozók összejönnének, és itt a önkormányzat épületében lenne egy egyeztetés, hogy hogyan tudnának segíteni a vállalkozók. És össze is, hát 10 vállalkozó eljött, abból 2 képviselő társam, akik mind vállalkozók voltak ott, nem mind képviselők, és a 2 tanácsnok úr, és a lényeg az, hogy eljöttek, és tulajdonképpen felvetődött egy olyan a részükről, hogy mennyi menekültet tudna Pásztó befogadni. És én jeleztem Medgyesi úrnak, hogy tőlünk már a kormányhivatal is kérdezte, hogy tud-e Pásztó, tudna-e épületet átadni, helyiségeket, ahol menekülteket tudnánk elszállásolni. Hát mi közöltük, hogy sajnos sok lehetőségünk nincsen, mert Pásztón, amik nem használaton kívül épületei voltak az önkormányzatnak, azoknak a zöme 2016-17-ben eladásra került. Illetve ami van jelen pillanatban hasznosan még egy iskolai, volt iskola épületünk, ott viszont jelen pillanatban azt úgy telepakoltuk, mert minden egyes felújított épületünkből oda vittük a berendezési tárgyakat, hogy jelen pillanatban, ha kinyitnánk az ajtót, ott mindenki dőlne, ott nem tudunk senkit elhelyezni. Ugye óvodába, gondozási központban pedig nem helyezhetünk el menekülteket. Nekünk jeleztük a kormányhivatal felé is, hogy egy olyan épületünk van, ahol már tartózkodik menekült család, az kint Mátakeresztesen az ifjúsági tábor. Azt is megkérdezték, hogy mennyi fő fér még el, és megadtuk ezt a számot. Ma ezen az egyeztetésen ez szintén szóba került, és voltak ötletek a vállalkozók részéről, hogy hol lehetne még esetleg menekültet elhelyezni, csak az a baj, hogy azok mind magántulajdonban lévő épületek már. És nekünk arra nincs ráhatásunk, hogy oda bárkit el lehessen helyezni. Na most az is felmerült, hogy akkor az erdei iskola, és hogy még 4-5 családot Pásztón befogadnánk az erdei iskolába, és felmerült, hogy a vállalkozók ezt támogatnák adománnyal, és nekik volt egy olyan kérdésük, mert mondtam, hogy lesz egy ilyen alszámla nyitva, és mondták, hogy oké, de ők szeretnének még egy alszámlát, mert ők a támogatásukat csak olyan családoknak szeretnék átadni, akik ide Pásztóra jöttek, mint menekült. Ők nem támogatják azt, hogy az ő felajánlásuk átmenjen másik településre, vagy adott esetben Kárpátaljára. Én mondtam, hogy én nem javaslom, hogy 2 alszámlát nyissunk, mert abból kavarodás lenne, hogy most akkor ki hová füzet, és akkor jött itt az egy javaslat, amit a pénzügyi osztályvezetőnk megerősített, hogy lehet, hogyha valaki megjegyzés rovatba odaírja azt, hogy ő csak erre a célra szeretné az adományát felajánlani, akkor az csak arra lehet. Mire gondolok? Ha például Marika néni vagy Pista bácsi XY utcából befizet erre az önkormányzat által elkülönített számlára
3-4-5 ezer forintot, most teljesen mindegy, az így felhalmozódott összegről majd az önkormányzat képviselő testülete fog dönteni, hogy mire használja, és én magam részéről is javasolni fogom majd a képviselő testületnek, hogy Visken az általános iskolát támogassuk ebből az összegből, azokat a gyerekeket, akik kint maradtak, most is kint élnek Kárpátalján. Viszont azok az összegek, amelyeknél a vállalkozók beírják a közlemény rovatba, hogy XY ad 50 ezer, 60 ezer, vagy teljesen mindegy, hogy mennyit, és a megjegyzés rovatba odaírja azt, hogy csak ragaszkodik arra, hogy helyben kerüljön felhasználásra, azt nekem Csépe Ferenc Csilla pénzügyi osztályvezető megerősítette, hogy azt külön tudják könyvelni, és csak helyi célra lesz, akkor helyben lesz, kerül felhasználásra, a helyben ellátott menekültekre. Hogy ezzel szeretném kiegészíteni ezt az előterjesztést, hogy az alszámlán, hogyha megjegyzés rovatban a vállalkozók elkezdik összegyűjteni a pénzt, és odaírják a megjegyzés rovatba, hogy csak helyben, akkor az az összeg, az arról nem a képviselőtestület fog dönteni, hogy hová használjuk fel. Még egy dolog, senki sem tudja, hogy mi lesz. Én azt kértem a vállalkozóktól is, hogy természetesen az önkormányzat partner mindenben. Nem tudjuk, hogy meddig tart, az is lehet, hogy ahogy a vállalkozók közül is mondta az egyik ember, hogy 2 hónap, de az is lehet, hogy 1 év. És azt kértem a vállalkozóktól is, hogy ez folyamatos legyen az a támogatás, mert az önkormányzat tényleg most az 500 ezer forinton fölül, azért mi ugye mi adjuk a szállást, a fűtést, mindent, a rezsit mi álljuk, illetve az önkormányzat egyébként még itt a költségvetést is fogja úgy érinteni, hogy mi ott azért terveztünk bevételekkel is, ugye lett volna többször tábor, ugye ezeket nekünk mind le kell mondani, ami erre az évre voltak már jelentkezők, és ugye nem tudjuk kiadni bérbe az ifjúsági tábort, de most ez legyen a legnagyobb, vagy ezzel ne foglalkozunk. A lényeg az, hogy én azt kértem még egyszer a vállalkozóktól, hogy ez a támogatás kitartó legyen, hogy nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy egy idő után teljesen az önkormányzatnak kell mindent állnia majd, mert akkor az nagyon-nagyon jelentősen megterelni a költségvetésünket, és máshonnan akkor az pótolni kellene. Még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy jelen is erre kérek mindenkit, hogy akik jelen pillanatban vannak menekültek Pászton, nekik tulajdonképpen nem igénylik annyira a támogatást, mert sőt, úgy érezni, hogy nem is akarják elfogadni, mindig azt mondják, hogy ők nem akarnak senkit megterhelni, mert megvan mindenük, köszönik, hogy sőt, azért is szégyenkeznek, hogy egyáltalán át kellett nekik jönniük, és ők tényleg úgy készülnek, hogy mihelyt tudnak, ők azonnal szeretnének visszamenni, hát ott van az otthonuk, ott vannak a szüleik, nagyszüleik a temetőben, hogy ők szeretnének visszamenni, csak ugye van olyan baj is, ezt már most jelezték ők is, akik itt vannak Pászton, hogy sajnos hát meg lesz a lakásuk, mire visszamennek, ez még kérdés. Itt most nem csak a bombázásokra kell esetleg gondolni, mert Kárpátalján még nincs bombázás, ne is legyen, de viszont akik menekülnek keletről, azok esetleg elfoglalják azokat a lakásokat, amelyeket üresen találnak. Sajnos ilyen délvidéken is előfordult, amikor volt a szerb-horvát háború, illetve amikor Koszovó miatt volt a háború, illetve annak idején Magyarországon is példa volt, hogy 47-ben, mikor a 46-47-ben a svábokat kitelepítették, az ő házukat is elfoglalták mások, olyanok, akik máshonnan menekültek, vagy menekülniük kellett. Rövidre zárva az egészet, arra szeretnénk kérni, hogy pont ezt a kint lévő család is kérte, hogy mert többen megjelentek tényleg nagyon-nagyon jó szándékkal, volt olyan is, aki kiment, hogy behozza őket vásárolni a gyerekeket, hogy bármit választhatnak, de azt kérték a szülők, hogy ők ezt így nem kérik, mert tényleg nem akarnak, ők nem azért jöttek el át ide, hogy
ők kihasználják ezt a dolgot, hogy most mindenki segíteni akar, illetve meg is ijedtek, amikor idegen ember megjelent ott délután, hogy el szeretné a gyerekeket bevinni, vásárolni, mert tényleg megijedtek. És nekik ez szokatlan, ez a segítőkészség, mert szóval eddig ők mindig van olyan közöttük szerintem, aki még addig Magyarországon sem volt, és ők teljesen meglepődtek, viszont nagyon szépen köszönik azt a segítséget, meg azt a sok segítség felajánlást, amit kaptak. De itt például, akik itt vannak Pásztón, jelen pillanatban menekültek, mind olyanok, hogy itt van a fér is, aki több éve Magyarországon dolgoznak, és tulajdonképpen dolgoznak, és most is van munkahelyük, és el tudják tartani a családjukat. Ugye egyedül a lakhatás jelent ugye nekik problémát. Ugye, a lényeg összefoglalva, hogy tulajdonképpen akkor az előterjesztés arról szól, hogy 500.000 forint gyors segít mi is adnánk, és beszállnánk ebbe az olyan érkező családok ellátásába itt Pásztón. Arról szól az előterjesztés még, hogy nyissunk egy alszámlát, amire bárki utalhat akár 500.000 forintot is, és ami összegyűlik pénzt, arról majd a képviselőtestület dönt, hogy hová ajánlja fel, esetleg több helyre is, attól függ, hogy mennyi jön össze. Én magam részéről támogatom azt, hogy Visk városának általános iskolája is kapjon belőle, viszont az, akik a vállalkozók kérték, hogy megjelölik, hogy csak helyben kerülhet felhasználásra, azt viszont egy külön könyvelve a táborba érkező új menekültek ellátására kell fordítani. Hogy nagyon-nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani, és hát bízunk benne, hogy nem sokáig tart ez a dolog, ami ez a háború, ez a szörnyűség, ami a szomszédban történik, és itt van ugye közvetlen szomszédságunkban. Jó, röviden ennyit szerettem volna. Azt szeretném megpillantani, bácsi, hogy van-e kérdés, vélemény, a képviselő testület nincs, akkor én döntök, már új szabályaink vannak, hogy vendég kaphat-e szót vagy sem. Természetesen kaphat. A szabályok viszont, Rudi bácsi, a következőek, és szigorú vagyok, hogy 2-3 perces lehetőséged van, amit Misi fog mérni. Van egy 3 perc, és utána én válaszolok, és amíg úgy gondolod, még egy viszont válaszra megadom 3 percben. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, ha bár alpolgármester úr korlátlanul felszabadította a beszéd időtartamát illetően, de nem érek vele vissza. Gyorsan elmondom, hogy ez a Visk település, ez miért ragadott meg minket, mármint a pásztori patriótákat. Innen származik egyébként a Szalonna becenévre hallgató Pál István és együttese, ha így esetleg közelebb hoztam a társasághoz Visk városán. Viskán van egy 700 főt számláló magyar iskola, óvodától általános iskoláig és középiskoláig. Ez egy olyan iskola, aminek a tekintélyét az is növeli, hogy a helybeli ukrán szülők, apa, anya ukrán, a gyerekét ide iratja be ebbe az iskolába. Ezt nem részletezem, hogy milyennek a jelentősége, de nagyon nagy. És úgy gondoltuk, mivel nagyon sok a városban is, meg a városon kívül is azok a hangok, amik arról beszélnek, arról számolnak be, hogy bizalmatlanok a különböző módszerekkel gyűjtött adományoknak a beérkezése, elosztása és egyáltalán hova érkezése. Többek között minket is meglepett, hogy most itt Pásztón is megjelent egy olyan A4-es szórólap, ami Beregszászi Alapítvány címen jelent meg. Van egy számlaszám és kész. Hát most vagy Kárpátaljára, Cuzáme, vagy pedig különböző településekre gyűjtünk, és hogy ki gyűjti.
És azért gondoltam, és azért beszéltem polgármester úrral erről, hogy legyen hiteles, és akkor az önkormányzat ezt a hitelt megerősíti, és akkor úgy tudnánk mi gyűjteni. Ezt a gyűjtést mi úgy akarjuk érdemileg is felerősíteni, hogy a Pál Istvánt megkerestem, személyes kapcsolatom van vele, és ő hajlandó egy koncertet vagy fellépést itt Pászton a jótékonysági célra felajánlani. Ugyanez a személyes jó kapcsolat által védelgetett lehetőség a Kecskés András, Kecskés Együttesnek a fellépése. Ők is megígérték azt, és most polgármester urat pont csábítottam a hétvégére, de nem ér rá. Lesz nekik a Budai Várban egy jubileumi koncert, és ott én személyesen is fogok találkozni velük, de már előre megígérték, hogy Pászton ezt megteszik. Jó, igen? Letelt a három perc. Ja, gyorsítok. És akkor van még egy harmadik lehetőség, a Muzsla föllépne, és a Szorák Katalint, a Kossuth Díjas dalénekest hívnánk meg erre az estre, aki szintén személyes jó kapcsolatok révén került a mi baráti körünkbe, és akkor a következő három percet majd, hogyha rosszat szólsz, Jó, rendben, köszönöm. Röviden reagálnék, hogy erről az A4-esről én is pletyka szinten hallottam, hogy megjelent a városban egy ilyen szórólap, amelyiken szerepel, pontosan azt se tudjuk, hogy ki gyűjti, van ott egy számlaszám, de hát ugye számlaszám az egy dolog, de nem tudjuk, hogy ki gyűjti. Erről én is hallottam, most ez nem jelenti azt, hogy ez biztos, hogy szélhámosság, de sosem lehet tudni. Sokkal biztonságosabb, hogyha egy alapítvány vagy egy önkormányzat gyűjt számlaszámra. A másik dolog az, hogy magunk részéről szerintem én a képviselőtársaim nevében is mondhatom, hogyha Rudi bácsi megszervezte, és nagyon sajnálom, hogy szombaton nem tudok elmenni Budapestre, de már másfél hete van egy olyan program, amit nem tudok lemondani, hogyha ebben kérem a segítségedet, vagy hogyha megszervezitek, mi bármelyik rendezvény, jótékonysági rendezvényre, természetesen ha aznapra nincsen valami a művelődési házba, akkor mi ingyen biztosítjuk a termet ennek erre a jótékonysági koncertre. Teljesen mindegy, hogy ki lesz a fellépő olyan szempontból, hogy részemről mind a hármat tudom támogatni. Vagy akár egyszerre is mind a hármat. Igazából ennyit szerettem volna reagálni, és utána még majd szeretnék a legvégén, mielőtt szavazunk, még pár mondatot mondani. Rudi bácsi, úgy gondolod még... Igen, úgy gondolom. Tehát folytatnám. Az lenne a mi elképzelésünk, hogy ugye mert meghiúsult a személyes kapcsolat felvétele, ezt nem tudom mennyire ismerik a képviselők, erre most nem térek ki, hanem hogy ha már szabad lesz az út a kiutazáshoz és a érdemi dokumentumok aláírására, akkor személyesen vinnénk ki azt a támogatást, amit az ottani javaslatunkra egy háromtagú bizottság, a református lelkész, iskolaigazgató és a iskola vezetése, valamint a mi kapcsolatunk, akikkel napi kapcsolatunk van, plusz bevonnák a képviselőtestületet és a polgármestert, és akkor ott megalakulna egy olyan bizottság, akik már előre felmérnék azt a lehetőséget, hogy illetve nem lehetőség, hanem tényeket, hogy kik azok a rászorultak, vagy melyik az a nagyon veszélyes hely, Viskán, akit meg kell támogatni azzal, amit mi itt össze tudunk gyűjteni részükre. Mi úgy gondoltuk, de hát ha a testületnek van valami kiegészítő véleménye, vagy ezt másképp gondolja, akkor állunk el ide. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rudi bácsi. Azt szeretném megkérdezni, hogy képviselőknek hozzászólás, vélemény, akkor én kérdeznék egyet Csillától, a pénzügyi vezetőtől, hogy Csilla, technikailag mennyi idő az, amíg egy alszámlát létre tudunk hozni? Ma van ugye szerda, ugye
jövő héten, vagy hosszú hétvége lesz, szombat, vasárnap, hétfő, kedd. Szerintem maximum egy hét, de lehet, hogy annyi sincs. Egy hét? Igen. Akkor körülbelül úgy, közben, hogy van a négynapos hétvége, az bele kell számolni, akkor körülbelül jövő hét csütörtökre, csütörtök péntekre várható, hogy ez az alszám. Ezt köszönöm szépen, ezt azért kérdeztem, hogy ezt igazából a televízió nézőknek, hogy akkor körülbelül durván egy hét múlva fogunk rendelkezni ezzel az alszámlával, amit természetesen meg fogunk hirdetni a városi honlapon is, de én magam személyesen meg fogom hirdetni a internet közösségi médiába is, és arra kérek mindenkit, hogy lehetőségei szerint, aki tudja, támogassa ezt a nemes célt. Ha valaki nem tudja sokkal, akár 500 vagy 1000 forinttal is, vagy amennyivel tényleg tudja, mert sok kicsi sokra is mehet. Természetesen, aki többel tudja, azt is nagy örömmel vesszük, de hát igazából nem mi vesszük, hanem akiknek majd eljut az adományuk. Akkor egy hét múlva meghirdetjük több helyen, és akkor köszönjük szépen előre is a felajánlásokat. Magam részéről ennyit szerettem volna hozzátenni. Ha nincsen kérdés, vélemény, akkor szeretném megkérdezni a pénzügybizottságot, hogy hogyan dőlt. A elfogadásra javasolja a képviselőtestület. Köszönöm szépen, kérem szavazni. Jó, köszönöm, a képviselőtestület 8 igennel elfogadta. Következő napirendi pont. Javaslat Pásztori Hírlap nyomdai munkáinak ellátására kötött szerződés módosítására. Ugye benne van a szerződésünkben, hogyha a nyersanyag áraknál több mint 10%-os áremelkedés tapasztalható, akkor a nyomdai vállalkozó kérheti a szerződés módosítását, mégpedig az árnak a módosítását. Kaptunk tőle egy levelet, amelyben azt szerepelt, hogy duplájára emelkedett a papír ára a piacon az elmúlt időszakban, és ezért 29,9 vagy 29,8%-os emelést kér. Én a bizottsági ülésen is elmondtam, illetve egyik képviselőtársam megerősített abban, hogy tényleg brutális áremelkedés van, bár hozzátette, hogy azért nincs 100%-os, de 50%-os mindenképpen, és ezért hát muszáj elfogadnunk, hogy ezt a közel 30%-os emelést. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, akkor szeretném megkérdezni a pénzügybizottságot, hogyan döntötte? A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Jó, köszönöm, kérem szavazni. Jó, köszönöm, megállapítom, a képviselőtestület 8 igennel elfogadta. 6. pont, javaslat pályázati felhívás módosítására a top 1-1-1-15 azonosító számút most nem olvasom fel, Pásztó északipari terület infrastruktúrális fejlesztése című projekt keretében megvalósuló iparterületek hasznosítására. Na itt a lényeg a következő, ugye az északipari területről van szó, mégpedig az ottani területek bérbeadásáról. Nem olyan régen, körülbelül egy hónapja, másfél hónapja a képviselőtestület döntött arról, hogy kiírtunk egy pályázatot, amiben vártuk, hogy majd lesznek jelentkezők az északi iparterület bérlésére. Pont múlt héten pénteken telt le az első határidő, nem jelentkezett senki. Nem adott be pályázatot, ennek lehetett több oka is. Egyik ok, hogy túl rövid volt az idő, még ennyi idő alatt senki nem tudott elkészíteni egy pályázatot, viszont különböző visszajelzések alapján, illetve tettek fel különböző cégek tisztázandó kérdéseket, és abból megállapítható volt, hogy mi egy nagyon-nagyon szigorú pályázati feltételrendszert írtunk ki, ami teljesen jó volt egyébként, csak nagyon-nagyon szigorú volt. És három olyan dolog volt, amit itt tisztázandó kérdéseken feltettek. Egyik olyan volt, hogy miért kap több pontot az, aki természetes személy, mint aki nem természetes személy. Ezért úgy döntöttünk, hogy puhítunk a dolgon, kivettük ezt a pontot a pályázatból, így
nem kerülhet se előnybe se a természetes személy, se a nem természetes személy, és még két helyen hajtottunk végre enyhítés puhítást, egyik az iparűzési adó mértékénél, enyhébbet növelésénél enyhébbet írtunk elő, mint a múltkorinál, illetve a foglalkoztatási létszám növelésénél is, mert érthető ez is, hogy amikor egy hónappal vagy másfél hónappal ezelőtt kiadtuk a pályázatot, még senki sem tudta, hogy a szomszédban háború fog kitörni, és senki sem tudta, hogy ez nem csak politikai, illetve katonai válság, hanem pénzügyi válságot is von sajnos maga után, és senki sem tudja, hogy mi lesz egy hónap, két hónap múlva, és kicsit most hát nagyon nagy felelőtlenség lenne egy cég részéről az, ha ő biztos sem meg tudná most azt mondani, hogy ő pár év alatt a duplájára tudja emelni a iparűzési adó befizetését, mert hát örüljünk annak, ha nem lesz nagy gazdasági visszaesés a világon. Jelen pillanatban sajnos úgy néz ki, hogy nem pozitív irányban fognak bekövetkezni világgazdasági események, amelyek természetesen Magyarország sem tudja magát majd kivonni alóla. Ezért a javaslat a következő, hogy ezen a három ponton egy pont kikerülne, és kettőnél enyhítés lenne, és bízunk benne, hogy a következő forduló minden hónap 1-e és 15-e között lehet majd áprilistól áprilisban is, 1-e és 15-e között május, 1-e és 15-e között bízunk benne, hogy érkezni fognak be pályázatok, és meg fog élettel telni az ipari park. Bízunk benne, de most tényleg nem tud senki semmit, nem tudjuk, azt sem, még tőlünk sokkal okosabb emberek sem tudják, hogy Európában egy év múlva hogy lesz gáz, vagy hogy lesz fűtés, mivel fűtünk, mivel fűtenek. Hogy ez egy nagyon érdekes helyzet, és ha nincs fűtőanyag, akkor az üzemek egy része sem működik. Ha az üzemek egy része nem működik, akkor az emberek munkanélküliek, és a munkanélküli meg kevesebbet fogyaszt, és ez mindenre kihatással van sajnos. Hogy nagyon röviden, tényleg nem akartam ilyen világpolitikai dolgokba is beleszaladni, de azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény. Amennyiben nincs, akkor megkérdezném a pénzügyi bizottságot, hogy hogyan döntöttek. A bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtársaságnak az előterjesztést. Köszönöm szépen, kérem szavazni. Köszönöm, megállapítom, a képviselőtestület 8 igennel elfogadta. Következő 7-es pont. Javaslat piaci terület megújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. Előterjesztő Dénes Anita. Anita, szeretnéd szóba kiegészíteni? Összefoglalnám, igen. Tehát lezajlott a piaci terület fejlesztése nyílt közbeszerzési eljárás. Ez a Zöldváros 1 projektünknek a része. Ez egy nyílt eljárás volt, és a határozati javaslatban látszik, hogy szerencsére eredményesen zajlott le. 4 ajánlat érkezett be, ebből 2 érvénytelen volt, és a 2 érvényes ajánlat került bírálatra, amelyből a Silver 2009 Kft. Adta összességében a legkedvezőbb árérték arányú ajánlatot, és a bíráló bizottság javasolja a Silver 2009 Kft.-vel való szerződéskötést. Annyit még el szeretnék mondani, hogy ez egy folyamatba épített minőségbiztosítási ellenőrzésen áteső közbeszerzési eljárás, tehát hogyha most a testület meghozza a döntését, azt nekünk továbbítani kell, és amikor onnan megkapjuk a közbeszerzési záró tanúsítványt, akkor léphet hatályba ez a szerződéskötés. Jó, köszönöm szépen. Kérdés, vélemény. Amennyiben nincs, akkor majd felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy név szerinti szavazás fog történni. Hogyan döntött a pénzügyi bizottság? Elfogadásra javasolja. Jó, köszönöm, kérem szavazni.
Köszönöm szépen, 8 igennel a képviselőtestület elfogadta, név szerint Bodrogi István, dr. Halász István, Káposzta Csaba, Szabó Ádám, Takásné Salamon Katalin, Veres Róbert, Zeke Tamás és én, Farkas Attila. Köszönöm. Mindenki igennel szavazott. Jó. Köszönöm. Következő pont. 8. pont. Javaslat Varázsvölgy Pásztón tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. Előterjesztő Dénes Anita. Anita, szeretnéd a szóba? Igen, tessék. Ezt összefoglalnám. A Varázsvölgy projektünkben még hiányoznak az eszközök, és ennek a beszerzésre indítottunk el közbeszerzési eljárást. Ez 5 részajánlatból állt. Az egyes volt a bútorzatbeszerzés, a kettes az elektromos eszközök, 3-as a háztartási eszközök, a 4-es a szelti installáció, 5-ös pedig a malom installációja. Sajnos ez nem volt olyan eredményes, mint az előző eljárás. Itt csak az 1-es és az 5-ös részben mondhatjuk el, hogy az eljárás eredményes volt, és az itt benyújtott érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbbel tudunk szerződést kötni. A bútorzat beszerzésnél ez Megszent Csaba egyéni vállalkozó, a malom installációnál pedig a Tamás Gépgyártó Kft. A második, harmadik, negyedik rész esetében viszont érvénytelen volt az eljárás, és itt pedig szükséges megismételni, amit a következő előterjesztés tartalmaz. Jó, köszönöm szépen. Én azt szeretném egy úr megkérdezni, hogy itt is név szerinti szavazás, és mind az 5-nél név szerinti. Jó, köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? Nincs, akkor szeretném megkérdezni a pénzügyi bizottságot, hogy hogyan döntöttetek. A bizottság elfogadásra javasolja mind az 5 rész terület vonatkozásában az előterjesztést. Jó, köszönöm szépen, akkor egyesével felteszem. Aki elfogadja az egyest a bútorzat beszerzésével kapcsolatos, ami eredményes volt, azt kérem igennel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, a képviselőtestület 7 igennel, 1 nemmel elfogadta. Név szerint elfogadta Bodrogi István, dr. Halász István, Szabó Ádám, Takásné Salamon Katalin, Veres Róbert, Zeke Tamás, Farkas Attila, és nemmel szavazott Káposzta Csaba. Jó, köszönöm. 2. határozati javaslat, ez az elektromos eszközök beszerzése, ami viszont nem volt eredményes, eredménytelen volt. Aki ezt elfogadja, azt kérem igennel szavazzon. Jó, köszönöm, megállapítom, a képviselőtestület 8 igennel elfogadta, Bodrogi István igen, dr. Halász István igen, Káposzta Csaba igen, Szabó Ádám igen, Takásné Salamon Katalin igen, Veres Róbert igen, Zeke Tamás igen, Farkas Attila igen. 3. pont, ez a háztartási eszközök beszerzése, ami szintén eredménytelen volt, aki elfogadja, kérem igennel szavazzon. Jó, 8 igennel a képviselőtestület elfogadta, Bodrogi István igen, dr. Halász István igen, Káposzta Csaba igen, Szabó Ádám igen, Takásné Salamon Katalin igen, Veres Róbert igen, Zeke Tamás igen, Farkas Attila igen. Ugye ez volt akkor a 3-as, igaz? Igen. Most jön a 4-es, ez a selfie installáció beszerzése szintén eredménytelen volt. Aki elfogadja, kérem igennel szavazzon. Jó, képviselőtestület 8 igennel elfogadta, Bodrogi István igen, dr. Halász István igen, Káposzta Csaba igen, Szabó Ádám igen, Takásné Salamon Katalin igen, Veres Róbert igen, Zeke Tamás igen, Farkas Attila igen. És jön az 5-ös, ami viszont eredményes volt, ez a malom installáció beszerzése, aki elfogadja, kérem igennel szavazzon. A képviselőtestület 8 igennel elfogadta, Bodrogi István igen, dr. Halász István igen, Káposzta Csaba igen, Szabó Ádám igen, Takásné Salamon Katalin igen, Veres Róbert igen, Zeke Tamás igen, Farkas Attila igen. Jó. Jön a 9-es napirendi pont, amely kapcsolódik az előző ponthoz, mégpedig annyiban,
hogy javaslat Varázsölgy Pásztón eszközbeszerzése vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására. Itt arról van szó, hogy ami az előző pontnál a 2-es, 3-as, 4-es, ami eredménytelen volt, azt újból ki kell élni. Most ezek az 1-es, 2-es, 3-as pontok. Jó. És itt két határozati javaslat lesz, az egyik, hogy ki kell írni erre a három dologra, a másik pedig a de nem én vagyok az előterjesztő, Anita, átadnám a szót, mert te vagy az előterjesztő. Köszönöm, tehát hogy az előbbi pontot befejezve ott, ami eredménytelen eljárásokat újból el kell indítanunk, ez az egyes számú határozati javaslat. A kettes számú határozati javaslat pedig maga a közbeszerzési szaktanácsadóra vonatkozik, hiszen ennek lebonyolításához is szükséges egy felelős akreditált közbeszerzési szaktanácsadó. Az ő költsége 600 000 forint, amiből azonban csak 375 000 forint áll rendelkezésre pályázati forrásból, a fennmaradó részt, a 225 000 forintot pedig önerőként saját forrásból kellene biztosítani. Jó, köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, de van, Csabi, tessék. Köszönöm szépen. Én úgy érem ezt a szaktanácsadói díj, ez a 600 000 forint, én sokkal van. Mert az előtte levő projektben már ez félig elvégezte a munkát, és a önkormányzatnak a saját pénzéből 225 000 forintot tesz hozzá, én ezt nem tudom elfogadni. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Reagáljak én, reagálok én. Jó, köszönöm. A következő helyzet bizottsági ülésen is elmondtam, Csabi, hogy ezeket az árakat nem mi határozzuk meg. Az, hogy mi el tudjuk-e fogadni vagy sem, következő a helyzet. Ha nem fogadjunk el, akkor nem lesz, aki megcsinálja. Viszont ugye ezt a közbeszerzési eljárást meg ki kell írni. Ennél olcsóbban senki nem fogja elcsinálni. Abban van igazad, hogy ezt tulajdonképpen már nem kell neki annyi mindent megcsinálni, mert már egyszer megcsinálta, de ezeket újra le kell bonyolítani, újra kell, fel kell tölteni, de ezért is, mivel már van benne előző munkája, az 50%-áig csinálja, mint előzőleg. Sajnos az a világ van, hogy ingyen senki nem dolgozik, senkitől nem várhatjuk el, hogy ingyen bármit megcsináljon. Amennyiben nem fogadnánk el azt az ő ajánlatát, amiért ez a 600 valamennyi ezer forint, akkor sokkal drágábban megbízhatnánk mást, és aki nem ennyiért csinálná, hogy nincs választási lehetőségünk. Természetesen most ez neked szíved jogot, hogy azt mondod, hogy nem fogadod el, de nem tudunk, Csabi, mit csinálni, mert ezt a közbeszerzést viszont le kell bonyolítani, és nem tudunk mit kezdeni vele. Sajnos ez szükséges hozzá, és senki sem örül annak, hogy az önkormányzatnak részben ki kell ezt fizetni. Csak van egy nagyon szomorú hírem, hogyha még egyszer most megint eredménytelen lenne a következő, akkor harmadszor is ki kellene fizetni, de negyedszerre, meg ötödszörre is. Ez a nagy probléma. És ez nem pásztói probléma, ez mindenhol probléma, és vannak is rá közelben példák, hogy hányszor ugranak neki egy közbeszerzésnek, és a díjat meg ki kell fizetni érte. Jó, köszönöm. Egyéb kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, akkor megkérdezem a pénzügyi bizottságot, hogy hogyan döntöttetek mind a két. A két határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Jó, köszönöm. Akkor az első, kérem szavazni az első határozati javaslatról. Köszönöm, 8 igennel a képviselőtestület elfogadta. Kettes határozati javaslat. Ez pedig ugye az őrész, és ezt tartalmazza az őrészt. Kérem szavazni. Jó, köszönöm. 7 igennel és egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Utolsó napirendi pont, javaslat vételi szándék elbírálására. 10-es, ez a 10-es napirendi pont. Itt pedig konkrétan arról van szó, hogy kicsit kapcsolódik, már beszéltünk ma róla, hogy az északi ipar területnél a pályázatnál többen tettek fel tisztázandó kérdést. Az egyik ilyen kérdés feltevő a Baumit cég volt, aki jelezte, hogy a tulajdonosa
nem engedte a magyarországi menedzsmentnek, hogy pályázatot nyújtson be az északi iparterületen területbérlésére, mégpedig az olyan okból, amely nem csak őket érint, hanem bármelyik más érdeklődőt is érdekelheti, hogy mi van akkor, hogyha ők 5 évre ugye, pályáznak, nyernek, és felépítik a csarnokot, meg az egyéb létesítményeket, és 5 év múlva egy másik polgármester, egy másik testület azt mondja nekik, hogy köszönjük szépen, már nem szeretnénk, ha tovább itt lenne, itt tevékenykednétek a településen. És ennek is jelezte a magyarországi menedzsment, hogy addig ők nem tudnak még pályázni sem, mert az osztrák tulajdonos nem bólint rá, ha nem kap valami biztosítékot, vagy egy olyan testületi határozatot, amiben a képviselőtestület kifejezi azon szándékát, hogy 5 év múlva értékesíti a területet. Egyébként még árat is írtak, hogy milyen összegért vásárolnának meg egy négyzetmétert, és 11 eurós árat írtak. A 11 euró egyébként nagyon szép összeg egy négyzetméter áré. Én úgy gondolom, hogy bár ha ezt a képviselőtestület ezt a határozatot meghozza, erre még semmi garancia nincs, hogy a Baumit egyáltalán ad be pályázatot. Az is lehet, hogy ad be, az is lehet, hogy nem ad be. Ha ad is be, nem biztos, hogy ő nyer, nem tudjuk, hogy mennyi ajánlat érkezik. Bár nem hinném, hogy ebben a helyzetben most, ami van a világban, arra kellene felkészülnünk, hogy tolongani fognak a beruházók, viszont hát bízunk benne, hogy igen, de mindenképpen kérték a önkormányzat képviselő testületétől egy olyan cég, aki már 30 éve itt tevékenykedik a településen, és hasznos munkát végeznek, és hát ugye nekünk meg jelentős adóbevételt is biztosítanak, és 70 családnak munkát adnak, hogyha ez egyik kérésük, hogy egyáltalán pályázzanak, akkor én úgy gondolom, hogy ezt a képviselőtestület teljesítse, és majd meglátjuk, hogy adnak-e be pályázatot, ha adnak be, milyen ajánlatot tesznek, de én arra kérem a képviselőtestületet, hogy ezt a vételi, eladási szándékot, ezt határozati javaslatban nyilvánítsuk ki. Röviden erről szól az előterjesztés. Van-e kérdés valakinek? Amennyiben nincs, hogyan döntött a pénzügyi bizottság? Pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a képviselőtestületnek. Jó, köszönöm szépen. Kérem szavazni. Jó, köszönöm, a képviselőtestület 8 igennel elfogadta. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy nem március 15-én tartjuk a nemzeti ünnep mi megemlékezésünket a 1848-as forradalomra, hanem március 14-én, hétfőn délután 15 órakor itt a polgármesteri hivatal előtt. Nagy szeretettel és tisztelettel várunk minden ünnepelni vágyót. Jó, köszönöm szépen a mai rendkívüli képviselőtestület ülés bezárom.